A Valentin nap és az anyák napja mellett a nőnap a virágárusok egyik legforgalmasabb napja. Ilyenkor a hagyományok szerint a férfi társadalom apró figyelmességekkel lepi meg szívük választottját, illetve a család hölgy tagjait, barátokat. A leggyakoribb ajándék ilyenkor azonban még mindig a virág. Az árusok már felkészültek az alkalomra. Van olyan üzlet, ahol sokan kiszállításra is rendelnek virágot, hiszen sok külföldön dolgozó férfi köszönti fel ilyen módon szeretteit, de vannak titkos hódolók is, és sokan a munkahelyükön lepik meg kedvesüket. A tulipán az mindig nagy sláger ilyenkor, de sokan szeretik a rózsacsokrokat is, aztán szeretik a cserepes virágokat is, amik be vannak ilyenkor díszítve különböző virágdobozokba, különböző csomagolásban, az is elég népszerű. A piacon is sok virág várja már pénteki gazdáját. A hölgyek természetesen mindig örülnek a meglepetésnek. Van, ahol ez nagy családi esemény. Néhányan pedig azt vallják, nem csak ilyenkor kellene figyelmesnek lenni. A sütemény mindenféle ételitallal ellátjuk őket, és a szeretet a lényeg. Nekem a férjem hozzá kazal virágot, de nőnapon kívül is szoktam virágot kapni tőle. Én úgy vagyok vele, hogy ne csak akkor vegyünk virágot, mikor nőnap van, hanem máskor is. Ezt kéne tartani. De akadnak olyanok is, akik máshogy közelítik meg ezt az ünnepet. Virágot nem szoktam vinni, de mindig valamit viszek, úgyhogy most éppen egy ilyet fogok vinni neki. Zöldséget, mert a nejem nagyon szereti a főzést, nagyon szívesen főz is, és petrezselyen sárat viszek neki, úgy fogom vinni, hogy nőnapra előlegesként. Az árak idén egy kicsit drágultak, ennek ellenére az árusok reménykednek a jó forgalomban. Úgy lehet viszonyítani, hogy az 500 forinttól van 1500 forintig, meg 2005 a lilium. Tehát azért drágultak. Hát nem olyan eszeveszettül, tehát nem azt mondom, hogy most háromszoros áron van, de azért drágulnak a virágok. Sajnos minden külföldről jön. Nagyon-nagyon kevés a magyar áru, a külföldi áru pedig attól függ, ugye, hogy a holland bőrzén mennyi lesz az euró, amiért vásárolják. Tehát ez, és akkor ugye onnantól szorzódik már, mire ide érkezik. Pénteken a Vörösmarty Rádió is meglepetéssel készül hallgatói számára. A férfiak a rádión keresztül köszönhetik fel ismerőseiket, és még nyerhetnek is. Séda Zolival és Varga Zalánnal várjuk a kedves hallgatókat péntek reggel. Egy nagyszerű műsorra készülünk. Lesz nyereményjáték természetesen, és hát rengeteg érdekes, izgalmas téma, mind a nőnap kapcsán, mind pedig, hát ugye Zolit ismerve szerintem, tudhatjuk azt, hogy a csapongás, a témák közötti váltás és a mindent kibeszélünk dolog, az egész biztos garantált lesz. 6 és 11.30 között várjuk a kedves hallgatókat. A műsorvezetők a Vörösmarty Rádió Facebook oldalára várják az üzeneteket, de telefonon is hívható a műsor a képernyőn látható telefonszámon.